Előbb a házukba fogadta a súlyosan sérült fiatal lányt a házaspár, majd abuzálni kezdték, intim képeket készítettek róla, majd azokat egy erotikus társkeresőre töltötték fel. Volt, hogy naponta 18 férfit kellett kielégítenie. Az áldozatot Európa több országában is apartmanokban dolgoztatták. A prostitúcióra kényszerített nő aztán egyszer csak megszökött, de az új szállásadói ugyanarra a tevékenységre kényszerítették, amit korábban is művelnie kellett. Végül feljelentést tette az ügyben, most született ítélet. A szexuális törvényszék ítéletet hirdetett emberkereskedelem büntető ügyében több vádlottal szemben. Az első és a másodrendű vádlottat, akik egyébként élettársi viszonyban éltek egymással, bűnösnek mondta ki, folytatólagosan társtettesként elkövetett emberkereskedelem büntetében kerítés büntettében, ezért őket halmazati büntetésül az elsőrendű vádlottat 9 év fegyházra, a másodrendű vádlottat pedig 6 év fegyházra ítélte. A bíró most azt a két vádlottat is elítélte, akik másodjára is kényszerítették az értelmi fogyatékos áldozatot. A harmad és negyedrendű vádlottakat szintén bűnösnek mondta ki, társtettesként folytatólagosan elkövetett kerítés büntetében, ezért őket 3, illetve 2 év börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélte. Az ügy ezzel még nem ért véget, mert minden négy vádlott felmentésért fellebbezett. Az ügyész viszont mindannyiuk esetében szigorú büntetést szeretne elérni.